Kedves megjelentek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm az alapító tagokat, a jelenlegi szakkörösöket, akik majd tovább viszik ezt a munkát. És nagyon örülök, hogy eljött Lapis Károly körünkbe. Ő az egyetlen személy, aki Benkő Gyulát ismerte. Te is ismerted, nézést, akkor majd Katika is hozzászól. Meg szeretném is erre kérni a megjelenteket, tehát mindenki ismeri itt a tevékenységünket, de azért mégis nagyon nehéz dolgom volt ebben, hogy összefogjam ezt, hogy tulajdonképpen hogy is történt ez a szakkör megalakítása. Sokan kérdezték tőlem, hogy hogy kell egy szakkört megalakítani. 1982-ben én a természetbúvár tudósítója voltam, és ott kaptam indítatást. Akkor a tudósítók terének már volt szakköre. És gondoltam, hogy én is mezőtúron megszervezem ezt a szakkört, és 83-ban a harmadik osztályos gyerekekkel tanítottam be egy madarak fáknapi műsort. Ennek olyan sikere volt, hogy a könyvtárban felvételt készített róla Bodorik Sándor, úgy látom, nincs itt már, elment, és ezt a kazettát lehetett kölcsönözni abban az időben a könyvtárból. Utána 1986 volt egy nagy dolog a szakkör életében. Akkor vettük föl Benkő Gyula tudós tanár nevét. Itt látható az alapító okirat, és abban az időben Búzás Csaba volt a szakköri titkár. Most már ő Hajdú Szoboszló orvosa, házi orvosa, ugye, és Kisújszállásé. Tehát ő volt a szakköri titkár, és az akkori tanácselnök helyettes dr. Füstös Jenő, aki mezőtúri öreg diák volt, és ő is nagyon sokat tett a Benkő Gyula szellem ápolásáért, és ahol most fogunk majd koszorúzni, azt is ő készítette, azt a emléktáblát ide. És akkor az igazgató dr. Györfi Györgyné volt, tehát ugyanebben a teremben alakult meg ez a szakkör, érdekes módon pedig az általános iskolához kötöttük a tevékenységünket, de a szellemét szerettük volna mi is átvenni és örökíteni. És itt a kezdeti lépéseknél nagyon nagy szerepe volt Hodosi Katinak, aki tanárnő nagyon sokat segített nekem abban, hogy az általános iskolában 86-ban egy oktatótermet alakítsunk ki. És nagyon sokat dolgoztunk esténként is, ő is tudja, ragaszgattunk, és így kezdődött el a tevékenységünk. Utána megismerkedtünk bioszféra szakkörrel, Kisújszállásival, Mezőtúrival, és az is a kérdés még, hogy hogyan alakult ez ki, hogy hogy lett a Benkő Gyula név. Mert olyat szerettünk volna a gyerekek elé állítani, olyan példaképet, akit itt tanított, tehát ismerte a mezőtúri hagyományokat, és elkezdtük az életét kutatni. Megtudtuk, hogy Erdélyben született, nagy természetbúvár volt és nagy gyalogló. Általában a túráit és a vonatról leszállva gyalogosan tette meg, és 1906-ban egy Árkosi Jenő nevű osztálytársával gyalogosan indult el Marosvásárhelyről Berlin-Bécs-Budapest útvonalon, és akkor úgy tért vissza Marosvásárhelyre. Június 30-án indult 1906-ban, és augusztus 20-án ért vissza. És ezt, hogy ő ott megjelent, mindenhol igazoltatta egy túra ismertető füzetbe, és ez most is rendelkezésünkre áll. Nagyon örülünk neki, hogy még ez mindig megvan. Nagy kedvel és szenvedéllyel rendezett szertárakat. Itt is a túrákon gyűjtött anyagot rakta a szertárba. Ez családi hagyomány volt, hiszen dédnagyapja, Benkő Ferenc, a Köveks Ércek Tudománya című könyvet írta Kolozsváron 1786-ban, tehát ő neki a leszármazottja, Benkő Gyula. A
tanári működése itt nagyon jelentős volt. Nagyon sokat beszélgettem olyan emberekkel, akit tanított, és ezeket én el is jegyeztem, és egy összeállítást is készítettem belőle, és ezt majd szeretném bővíteni. A 20-10 évvel ezelőtt az évfordulón megjelent Úri Kovács Béla, ugye ő is tanítványa volt, és ő volt a szertár őre. Itt a biológia szertár őre, és utána Latorcai János itt látható a képen, és a Lapis professzor úr pedig ott látható a következő képen a ajtó mellett, a másik oldalon, igen. A névadónk tiszteletére a 100. évfordulóra, születésének 100. évfordulójára emléktáblát helyeztünk el az általános iskolában, az ott látható, ott is szoktunk koszorúzni, és erre az alkalomra Györfi Sándor Munkácsi díjas szobrász művész egy emlékplakettet készített. Erzsike el is hozta, ő neki a tulajdonában van, ő 99-ben kapta a segítő munkájáért, és ami Erzsikén még látható, érdekes, ez a Benkő Gyula Búvár Klubnak ez volt az eredeti pólója. Ezt egy mezőtúri diák készítette, sajnos most nem tud itt lenni, de itt látható a fényképen ez a korabeli kép, amit ott láttok, sapkába látható, Fazeka Sandi a neve, és a Búzás Csaba szakkori titkár van mellettem. Ez egy 30 évvel ezelőtt készült fotó, és ezen a sapkán egy csík látható, ez a próbákat jelzi. Az alapfokú próba volt a fehér, akkor a következő volt a sárga, és a harmadik pedig a rózsaszín. És aki mindet elérte, aznak a sapkájára ez rákerült. Tehát így is próbáltuk a gyerekeket ösztönözni, és a táborok alkalmával Búvár tallért készítettünk a részükre, azt is egy szakkörös diák készítette, és ezeket lehetett kapni, hogyha valamilyen jó cselekedetet végeztek, ezt a kis kerek tallért, és az tábor végén be lehetett váltani. Nagyon fontos volt nekünk a tábori élet, és köszönöm szépen, akik a tábori naplót idehozták. Tokai Zita Mária, itt van anyukája éppen. És látható, hogy mikor harmadikos korokban elkezdték írni a naplót, tehát minden egyes napról naplót készítettek, de ez a tartalmas volt, hiszen a táborokban csillagászati előadást is hívtunk, például lerajzolta harmadikosan a göncölszekeret, hogy néz ki. Akkor azt írja, hogy este őr voltam Gyöngyivel, tehát például ezt is megjegyzi, hogy este akkor még a táborokban őrséget álltak a gyerekek. És Martonvásárra és elutaztunk a Fitotronba, akkor is ez egy nagy dolog volt, hogy ezt a gyerekek meglátták, és utána pedig a Beethoven kastélyba is ellátogattunk, és ezt mindenhol igazoltatták a gyerekek is aláírásokkal, tehát ez is hiteles volt. Agárdra pedig a Csernel István madárvártában mentünk, és ott Radecki Jenővel, itt az aláírás, ez Berci bácsinak sokat mond, hogy ornitológus volt egy híres, aki ezt végezte, és itt lesz majd a felkért előadónk is, Köteles Beáta, akivel a Bükki Nemzeti Parkba mentünk, és akkor 1987-ben már a Magyar Rádió zöld telefon adása is eljött oda a táborunkba, tehát olyan sikerünk volt, az országos körforgalomba kerültünk, a Lázbérci víztározóhoz utaztunk, és ott is akkor még megvolt a táborunk, tudjátok, Bánhorvátiban, és általában mindig a téli táborokat ott végeztük, és nem maradhatott el soha a tábortűz, tehát akkor ez egy nagyon jó közönségformáló volt. A táborról majd akkor megkérlek még Bea is, hogy beszéljél, és volt egy alföldi természetjáró túránk, amely 5 pontot érintett.
Erzsike hozott is róla egy oklevelet, és ezt is a centenárium évfordulón indítottuk, és például ez is itt van a túraigazoló lap, tehát ez is valóságos dolog, és még Zalaegerszegről kerékpárról is eljöttek, Pécerről eljöttek 43-an, Kazincbarcikáról, és itt kapcsolódok Ecsekpusztához, amit mondott Berci bácsi, hogy Ecsekpusztát is útba ejtettük, tehát azt a helyeket, ahol szívesen járt. Itt van az Ecsekpusztai tábor 1996. július 16-tól 21-ig tartott, és csak mutatom, hogy nagyon tartalmas naplókat készítettek a gyerekek, hogy milyen növényeket ismertünk meg Berci bácsinak is a túrája kapcsán, akkor különböző kétéltűeket, akkor minden napot elneveztünk, például volt madarászat napja, geológia napja, botanika napja. Ez is egy kincs, ami itt található, Györfi Sándor, a Mirhógát építése 1987. október 9-10-én volt a 200 éves évforduló. Tehát ezt is megjegyezték itt a gyerekek. A másik táborunk az Abaligeti tábor volt, ahol Kati volt a segítségemre, és a férjemmel együtt utaztunk, és ők főztek abba a táborba, és a napló is nagyon tartalmas volt, azt is meg lehet majd tekinteni. És ott fedeztük fel, hogy Kitai Belpál nevével ott találkoztunk, hogy ő is kutatta az Abaligeti barlangot. Tehát a Kitai Bel verseny, tudjátok, hogy ez a nagy testvére a mi versenyünknek, a Kánkároly versenynek. Például itt is most Olasz Ákos ötödik lett ebbe a versenybe. Tehát nagyon fontosak ezek a tanórán kívüli foglalkozások. És a vetélkedőkről is kell még beszélnem, hogy már 91-ben is első helyezést értek el a gyerekeink a Herman Otto nyomában versenyen, és kaptak különböző táborozási lehetőséget, és akkor jutottunk el Berci bácsi jóvoltából Lelovis Györgyhöz. Lelovis György fegyverneken élő solymász volt, aki Homorki Nagy István filmekben játszotta ugye a vadászt. Sajnos már nem él, de őneki az emlékét is ápoljuk, mert Homorki Nagy István Mezőtól szülötte. És itt emléktáblát helyeztünk el a tiszteletére, és a katolikus templomban pedig tavaly itt keresztelték meg Homoki Nagy Istvánt a mezőtúri római katolikus templomban. Benkő Gyula emléktáblait látható a homlokzaton, amikor majd kimegyünk. Biztos, hogy láttátok 2008. októberében, és ugyanezt az emléktáblát helyeztük el Árkoson, amit mondott Kovászna megyében, vagy akkor még Háromszék megye volt. Ott is elhelyeztük ezt, majd meglátjátok a filmet, és készítettünk róla, mert olyan szerencsék volt, hogy Borzi Lajos velünk volt ezen a túrán, és nagyon megható ünnepség keretében lepesztük el úgy, hogy Benkő Gyula hazaérkezett. Mi kell szólnom, itt a Benkő Gyula verseny ugye elindult az iskolába, de 92-ben egy másik országos versenyt indítottunk, a Kánkároly Országos Természet és Környezetismereti Versenyt. Jövőre lesz a 25. évfordulója. Reméljük, hogy sikerül jól megrendezni, és akkor kettős évforduló, sőt hármas lesz, mert 150 éve született Kánkároly, és 500 éves a reformáció. Tehát ezt majd szeretnénk, május 19-én a templomban lesz egy megnyitó ünnepség. Még kell arról szólnom, hogy milyen díjakat kaptunk. Már 1987-ben Széchenyi emlékplakettet kapott a szakkör. Akkor ugye 1988-ban adtuk ki a
Benkő Gyula emlékplakettet, 1995-ben környezetünkért díjat, és 1999-ben kaptam én személyesen a Pro Natura díjat. Ez egy természetvédelmi Nobel-díjnak is tudható. Utána még egy Enikő díjat az Oktató Központ kapcsán. Szeretnék még itt beszélni a tanulókról, hogy nem tudott mindenki sajnos eljönni erre az ünnepségre, de nagyon kedves leveleket írtak. Majd meg is kérem Elzsikét majd, hogy olvassa fel a levelet. Most én se dicsekvésképpen mondom, de nagyon sok ebbe a szakkörbe járt gyerek doktorált már azóta különböző területeken. Tavaly volt a Kán Károly verseny kapcsán Bordács Sándor, ugye ő fizikus lett. A Berényi Zsófi ügyvéd, dr. Berényi Zsófia, Csekő György, aki másik nagyon szakkörösünk, jó szakkörösünk volt, ő pedig kémikus lett, most éppen Kínába kutat. Ezen kívül ugye Búzás Csabát már említettem, mint a szakköri titkárt, ő is nagyon kedves levelet írt, és még csak személyesen mondom, hogy minden évben Piroska napkor felhív telefonon, ez egy ilyen emberi dolog, kedvesség. Bajcsi Éva, Bajcsi Dóra szintén orvosok lettek, mind a ketten Szegeden dolgoznak. És Tokai Zita is remélem, hogy, vagy nem tudom, hogy már megszerezte. Doktorandusz, igen. Tehát őnek is már kiadtuk a könyvét, tehát nagyon örülünk neki. Meg ha többen jöttek volna, sokan lettek óvónők. Például Szarka Gabi az este írta, hogy melyik volt az a vers Piroska néni, ahol a fecskékről volt szó. Tehát ő így megmaradt benne, vagy például aki kőműves lett, van egy Jocó nevű fiú, aki meg képes arra, hogy ahol dolgoznak és lát egy ilyen sérült madarat, akkor az a gyorsan elszalad, és nem hagyja ott elpusztulni. Tehát ezek mind ilyen dolgok, amik nagyon közel állnak a szívünkhöz. Tehát akkor nem is taporítom tovább a szót, majd szeretném azt is, hogyha hozzászólnátok, és majd Lapis Károly bácsit is szeretném megkérni, hogy ő is majd egy pár szóba emlékezzen Benkő Gyulára, vagy annak a tanítására, az úgynevezett túri leckére. Benkő Gyula 120 éves születésének évfordulóján tisztelettel és szeretettel vallhatjuk meggyőződésen magunkénak a természettudóst, biológia tanárt, természettanárt, aki pályafutását, szakmai és földi pályafutását is mezőtúron fejezte be 1958-ban. Alinnán, Veres Péter, Vása. Én nem mehetek el innen, sehova, sehova. Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rókonom, nincs pénzes barátom. Millió sárga ragadt paraszt a szomszédom. Ezeknek a sorsa az enyém, s az is marad örökké. Nekem csak térkép a nagyvilág, talán sosem látom Párizst, Rómát. Sosem látom Amerikát, sem a dél-tengeri szigeteket. Barnás folt marad számomra a sziklás spanyolföld, és zöld folt marad a szibéri sztyep. Juhász Gyula, testamentum. Ne
nektek hagyom, ha innen elmegyek, a búcsúzót, jövendő emberek. Ha emlékeztek, mit daloltam én, ne kérdezzétek majd, ki voltam én. Nem a pacsirta fontos, csak a dal, mája nem múló, szent összhangba hal. Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Református Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent, aki tisztelettel azon tanárainkat, és tisztelettel adózik azon tanáraink emlékének, akiknek most emléktáblát avatunk, a 120 éve született Benkő Gyula természetrajztanár emlékének. Benkő Gyula tanár úr még a 19. század. 1888-ban Székelyföldön született. Ott, akkor, amikor még ez a haza egy volt és egységes volt, az volt a szülők hazája, és Székely Gobbé maradt egész életében. Nem lehet azt sem elfelejteni, nem lehet azt megváltoztatni, a gondolatmenete is mindig az van. Úgy gondolkodott, úgy nyilatkozott, és úgy is élt. Mert mind kevés az arra, hogy tetteteknek lenne várt jutalma a szent honért, mely szentebbé leszen, midőn megmenté véres győzelem. Ó, szenvedő! Ó, bénák! Nagy halottak! Dicső példái késő századoknak! Tanítsatok hazát szeretni! A Mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium és Szakközépiskola első alkalommal hirdette és rendezte meg iskolája egykori neves természetrajz tanára emlékének tiszteletére a Benkő Gyula Komplex Természettudományi Versenyét a református középiskolák 9., 10. és 11. évfolyamos diákjai számára. A verseny célja a természettudományok, így a biológia, a földrajz, a matematika, a fizika és a kémia népszerűsítése. Ezzel a rendezvénnyel is alkalmat kíván teremteni a hasonló érdeklődésű református diákok találkozására, valamint a pedagógusok közötti kapcsolat elmélyítésére. Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda intézmény rendszerében. Jó magam az igazgató vagyok, Mihalina László. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan itt vannak a komplex versenyünkön, amelyet országosan meghirdettünk, de hála Istennek 200 fő feletti jelentkezővel. Szokásosan a dísztermünkbe már nem fértünk be, hanem a templomot kellett kinyitnunk.
Elsült már az idő, tört át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád. Árkusi Benkő Gyula 1888-ban a háromszéki kovásznál született református lelkészi családban. Édesapja korai halála után elemi iskoláit Budapesten végezte, majd Marosvásárhelyen érettségizett. Földrajzból, természetrajzból és kémiából, majd 1918-ban tornából is tanári vizsgát tett a Budapesti Egyetemen. 1928-29-ben külföldi tanulmányokat végzett Heidelbergben. Tanárként dolgozott Budapesten, Marosvásárhelyen, Debrecenben, Erzsébetvárosban, Nagyenyeden, Kolozsváron, majd nyugdíjba vonulásáig 1957-ig Mezőtúron. Baráti kapcsolat fűzte Áprili Lajoshoz. Természetbúvár, gyalogtúrázó, volt értékes tárgyakkal gazdagította a gimnáziumok szertárait. Tagja volt a Magyar Természettudományi Társaságnak, számos tanulmányt és cikket közölt a korabeli lapok oldalain. Néhány munkájának a címe: Etika és természettudomány, Jegyzetek a földrajztanítás módszeréhez, Budai József emlékezete. Az ő nevét vette fel a Mezőtúri Református Általános Iskola környezetvédelmi oktatóközpontja. 2008-ban születésének 120. halálának 50. évfordulóján emléktáblát avattunk iskolánkban, tisztelegve a tudós tanár és természettudós nagysága és emléke előtt. Most pedig hallgassuk meg Bondár Erzsébet 9. A-osztályos tanuló előadásában Áprili Lajos Benkő Gyulához írt versét. Áprili Lajos, pisztrángó kara, Benkő Gyulának. Erőnket lassú víz apasztja, heves fény s ember szó zavar. Rég volt, mikor a sík folyóig lesodort a vak zivatar. Szakadó felhők záporától árrádagadt a patakér, s az áradástól meg nem őrzött sem kőodú, sem pargyökér. Azóta úszunk, folyton úszunk a vízzel szembe céliránt. Utunkat malmok torlaszolják, a zuhogó súly visszaránt. Halássas árnyék hull a vízre, ravasztörrel kísért a gát. Búvó helyen töltjük a nappalt, s megvárjuk a hűs éjszakát. Azóta minden éjjel úszunk, futunk a tikkadás elől, havasra fel, hol mély az erdő, s forrás ízű a pataköl. Fehér melles vízirigó ül habos kövön, s fürgén neszez. A martok tajtékos vizébe finom fenyőtű permetez. A foltos, ritka napsütésben zölden ragyog a fák moha, s ha szél mozdul, kövünkre perdül a málna és az áfonya. Futunk, futunk a látomással, súlyos habot hasít a szánk. Riadozunk az óceántól, az ér a mi hazánk. Vihar ijeszt, kígyó riasztgat, meredek utunk nehezül. Szivárványos testünk az ében végső iramra megfeszül. S mire kipirkat fenn a hajnal, s vörös fény gyúl a fenyvesen, az érhez zúgón, szirten által megérkezünk győzelmesen. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon jó volt búvárklubosnak lenni. Nagyon-nagyon sok szép helyre eljutottunk Piroska néni jóvoltából. Berci bácsi szavait meg már akkor is így ittuk, ahogy ezt most tettük. Nagyon-nagyon sok szép helyen jártunk együtt, és tényleg nagyon, nagyon-nagyon szép emlékek kötnek a klubhoz engem, de azt hiszem mindannyiunkat, ezt elmondhatom más nevében is. Piroska néni a munkahelyemre behozott egy fogalmazást, amit megmondom őszintén, én nem emlékeztem arra, hogy én ezt
ezt írtam, de ezek szerint igen, viszont ahogy beleolvasgattam magára a kirándulásra, viszont nagyon-nagyon jó szívvel emlékeztem, sőt, ahogy ezt említettem az anyukámnak, ő előkereste a láda fiában a fényképeket, és még találtunk is két fényképet erről a kirándulásról, úgyhogy akkor én bele is vágnék. Egy erdélyi kirándulás emlékei, 1987, köteles Beáta, 7. B-osztályos tanuló. Sok szépet hallottam már a Bükről. Szó volt róla televízióban, újságokban. Állítólag ilyenkor ősszel a legszebb. Szép időben indultunk. Egerben fölvettük az idegenvezetőnket, Hubai Miklós bácsit. Beszélgettünk, ő kérdéseket tett fel, mi örömmel válaszoltunk. Egyik kérdésére különösen felfigyeltem. Mikor is lett hozzánk nemzeti parkja a Bükk? Lapozni kezdtem az emlékezetemben. Biztos, hogy tudom. Á, hát persze, 1976-ban. Vezetőnk helyesnél bólogatott. Végre megérkeztünk a park területére. Milyen csodálatos volt. Teljes mértékben egyetértettem azzal, aki azt mondta, hogy ilyenkor a legszebb a táj. Pedig még nem voltam ott. Megálltunk. Még csak most vettem észre. Egyszerűen nem tudtam betelni a táj szépségével. Egy forrás volt a közelben, ott megtölthettük a kulacsunkat. Én rögtön megkóstoltam a friss, tiszta forrásvizet. Miklós bácsi elmondta, hogy sok patak kiszáradt az esőhiány miatt. Vezetőink megbeszélték az útvonalat, és indultunk tovább. Útközben Miklós bácsi elmondta sok, számunkra ismeretlen növény nevét, tulajdonságát. A csoport szépen haladt. Lábunk alatt zizegett, ropogott az avar. Körülöttünk fák magaslottak, sok-sok szép faóriás. Egy helyen megálltunk. Vezetőnk magyarázni kezdett. Megmutatta, melyik tölgyet hívják kocsánytalan, melyiket csertöldnek. Haladtunk a kékjelzésen tovább. A levegő csodálatosan jó és tiszta volt. A városival összesen lehetett hasonlítani. Tanárnéni hangja ütötte meg a fülem. Szólt, hogy nem sokára helyben leszünk. A tarkőről gyönyörű volt a kilátás. A fák koronái szinte festőnyen szépek voltak. A sárga és a barna minden árnyalatot tette szépé, csodálatossá a lombkoronát. Imittam ott, kivirított a cseresznyefa gyönyörű, vörös lombja is. Órákig néztem volna a tájat, de indulni kellett tovább. Az őserdő volt a következő állomás. Itt Miklós bácsi elmondta, hogy több mint 160 éve nem folyik erdőgazdálkodási tevékenység, ezért őserdő jellegűvé vált. A fák itt állva halnak meg. Ahol egy vénfa kidőlt, az árnyas erdőbe behatoló fény hatására fiatal újulat tör elő. Így évszázados faóriások együtt élnek az egészen fiatal és a középkorú nemzedékkel. Láttunk őzikét is. Utunknak egyes szakaszain, ahol bokrok, cserék által sűrűn benőtt részek voltak, egyesek, a legfélősebbek még vaddisznó röfögését is hallani vélték. Tanárnéni elmagyarázta nekik, hogy a vaddisznó kimondottan a nyugalmat szereti, ezért napközben szívesen húzódik szinte, áthatolhatatlan sűrűbe, bozótba, nem is mozdul ki onnan, ha csak nem kényszeríti őt az éhség. Ám akkor is csak alkonyatkor indul útnak. S még napközben a sűrűben pihen, s ember közösségét jelzi neki szaglása, vagy főleg a szimatja, meghúzódik, csendre inti még a kicsinyeit is, és csendben marad, merev mozdulatlanságban, s csak akkor ugrik ki, ha közvetlen veszély fenyegeti. Nagy élményt jelentett számunkra Miklós bácsi meglepetése is. Ő ugyanis elvitt bennünket a faszén és mélyszégető boksághoz. A szénégetésnél egy nagy halomfát láttunk, amely kúpalakban gondosan egymásra volt helyezve. Vezetőnk feltette a kérdést, vajon hogyan gyújtják meg a rakást. Közelebb mentünk. Egyik pajtáson megtalálta az égetőlyukat. Nem messze a miénktől, megláthattuk a már kiégett faszenet. A mészégetőkemence még jobban elnyerte a tetszésemet. Különleges képből készült kúpalakú kemence volt. Engem leginkább eszkimű kunyhóra emlékeztetett. Elmondta nekünk az égető bácsi, hogy 3 nap és 3 éjszaka kell egyfolytában tüzelnie.
150 kg mézkőből 50 kg méz lesz, és egy-két nap alatt hűl ki, csak akkor lehet kiszedni a kemencéből. Nagyon fárasztó ez a munka, mivel még éjszaka is tüzelni kell. Ráadásul a nagy tuskókat is a helyszínen kell földarabolni. Körüljártuk a medencét, a kemencét, és indultunk haza. Kicsit elfáradtunk, de nagyon megérte a fáradtságot ez a szép túra. Azt hiszem, sosem fogom elfelejteni ezt a gyönyörű tájat, a Miklós bácsi meséjét. Végül, de nem utolsó sorban szeretném dr. Krizsán Józsefné Piroska néninek is megköszönni ennek a szép napnak a szervezését, amely nem kis munkájába került. Köszöntük szépen akkor is, és köszönjük szépen most. Köszönöm szépen. Akkor még szeretnék egy levelet, ha Elzsike felolvasnál, gyere, légy szíves. Szóval a mai alkalomra több volt szakköröst meghívott Piroska, szerette volna, ha itt van a mai rendezvényen, de nem tudtak eljönni, mert már tudományos munkát, vagy olyan munkát végeznek. És elsőként Zupán Brigitta levelét szeretném felolvasni, aki Piroskánál szakkörökben dolgozott több éven keresztül. Kedves búvárklubosok! Sajnos nem tudok részt venni az eseményen, így magam helyett küldök egy levelet, hogy mit jelentett nekem búvárklubosnak lenni, és milyen hatása lett a tagságnak a felnőtt életemben. Először is köszönöm Piroska néninek, hogy megalapította ezt a klubot, és lelkesen, idejét nem kimélve, szívét, lelkét beleadva csinálta ezt. Ma már tudom, mennyi plusz munkával járt ez az ő életében, a gyermekei nevelése mellett. Ő ezt sosem éreztette belünk, hogy neki ez mennyi idő és energia. Lelkesen figyelt arra, hogy a klubosok a versenyeken részt vehessenek és jól szerepeljenek. Mindig előttem van az a csapatszellem, ahogy együtt párokban készültünk fel ezekre a versenyekre. Az otthoni feladatokra is szívesen emlékszem vissza, hogy milyen izgalommal tanultam a szövegeket, és rendezgettem a diáimat. A felnőtt életemben ez nagy segítséget adott abban, hogy nem volt számomra idegen sok ember előtt beszélni, szerepelni, és tudtam, hogy ha előadást tartok, bármilyen témával kapcsolatban is, azt is milyen alapossággal kell kidolgoznom, hogy a célját elérje. A táborok, a sok kirándulás, a táborokba meghívott értékes és érdekes előadók a mai napig a fejemben vannak. A visegrádi táborban töltött nyarak meghatározó élmények voltak az életemben. Annyira, hogy idén nyáron voltam Visegrádon, kerestem azt az utat, amin sokszor mentünk le a táborba. Először nem találtam meg, aztán véletlenül rábukkantam. Felidéződött bennem minden emlék. Az ottani előadások, versenyek, hűlések a sátorban, a közösségi élmény és a záróbuli. Számomra a klubnak közösségformáló ereje is volt. A felnőtt életemben ezt arra tudom lefordítani, hogy mennyire fontos az, hogy hasonló gondolkodású, érdeklődésű emberekkel vegyük magunkat körbe. Akkor lehet a legnagyobb sikereket elérni, és a támogató közeg ereje mindennél fontosabb. A környezetvédelem pedig a klubnak köszönhetően természetes részévé vált az életemnek. Figyelek a környezetemre, tudatos fogyasztó vagyok. A felnőtt életemben is fontos volt mindig a természet. Ebben találtam meg a gyógyírt, ami nagy traumát hivatott feldolgozni az életemben. A természet színei, a csend, a friss levegő, a legjobb orvosság bármilyen bajra. Kirándulások, túrázások közben is sokat szoktam emlegetni a klubos emlékeimet, és örülök, hogy részese voltam. Felnőttként derült ki az, hogy milyen értéket képvisel egy közösség, egy közös cél,
hogy nem csak bolyongtunk a suli udvaron, meg itt-ott, hanem le volt kötve a figyelmünk és érdeklődésünk. Valamint az is, hogy ezt nem csak úgy csinálta valaki, hanem Piroska néni partnerként kezelt minket, hiteles volt, mind szakmailag, mind emberileg, szeretettel fordult felénk. Úgy gondolom, hogy ez mindennél többet ér. És érkezett egy másik levél is, Tokai Zita küldte a jelenlévők számára, illetve Piroskának. Kedves Piroska néni, nagyon sajnálom, de sajnos nem tudok ott lenni a jeles alkalommal munkám miatt. Ásatáson vagyunk a kollégám, aki helyettesíteni tudnak, pedig október 13-án, 14-én tudományos konferencián fog részt venni, ahová már fél éve bejelentkezett, így sehogy sem tudtam megoldani a szabadságot. Nagyon szép emlékeim vannak a búvárszakkörről, gyermekkorom meghatározó csoportja volt, ahol a természet és a kirándulás szeretete alakult ki bennem, amely a mai napig is megvan. És ebben Piroska néni nagy szerepet játszott, ön az egész búvárszakkör motorja. Igazán jó és nagy öröm, hogy ez a közösség ilyen régóta fennáll és működik. További számos évet, sok sikert és maradandó élményt kívánok mindenkinek, aki ennek részese. Üdvözlök mindenkit, aki Piroska nénivel együtt tud ünnepelni, és ha én fizikailag nem is, de lélekben ott leszek. Sok puszi, Zita! Köszönöm szépen! Akkor Károly bácsit is szeretném kérni egy pár szóra. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és ebben a fölemelő légkörű ünneplésben olyan sok élményre tettem szert, amely föleleveníti fiatalkorom élményeit is. Benkő tanár úr nekem természetrajzot és földrajzot is tanított. A természetrajz tanításában ugye különösen az volt az érték, amit itt mindannyian kiemeltek, hogy kivitt bennünket a természetben, a Berettyópartra, a Köröspartra, a Pepi kertbe. A legemlékezetesebb nekem a Kárpát aljai és az erdélyi kirándulás, amit ő szervezett az osztályunk számára. Sajnos fényképeim nincsenek, kedves osztálytársamnak, Nagy Gergelynek megvolt az egész sorozat, feledhetetlen élmény volt. A földrajz tanításáról szeretnék egy pár szót mondani. Egy-egy országról, ha tanultunk, akkor azt le kellett az országot rajzolni több példányban, egyikbe a folyókat, másikba a városokat elhelyezni, vagy a hegyeket. És akkor a tanár úr az végigjárt a padok között, és rámutatott egy pontra a saját rajzunkon, és ott kellett mondani, hogy az micsoda. Hát én nekem ugye van egy szégyenletes élményem, mert egy észak-olaszországi tó, a Lagom, úgy mondtam, hogy Lagom Mago íre, holott ugye helyesen Lagom Maggiore. Na most később aztán ugye pályafutásom során többek között ezen a tóparton is egy kongresszusra eljutottam, és onnan írtam a tanár úrnak, hogy most már ki tudom ejteni helyesen a tó nevét. Úgy, és hát én csak szégyellem azt, hogy nem tudtam eddig erről a Benkő tanár úr emlékére rendezett versenyekről. Ez egy csodálatos eredmény, és azt gondolom, hogy erre a szervezők, a létrehozó, és maga az iskola és a város is nagyon büszke lehet. És én nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen az ünnepségen. Köszönöm szépen!
Egy kis türelmet szeretnék kérni, Károly bácsinak szeretnék átadni egy Benkő Gyula emlékplakettet. Sándornak a Kisbojtár című könyvének a stencilezett formája megvan nekem, nem tudom, hogy honnan kaptam, és voltam Rio de Janeiro-ba, ő az ottani Krisztus szobor alkotásában részt vett, és a neve is ott van, úgyhogy büszke lehet Turkeve, csak őrá és Korda Sándorra is, és hát a Balogh János személyesen jól ismerted, és voltam is a sírjánál. Azt azonban nagyon szégyellem, minden nyarat a nagyapám tanyáján töltöttem, Turkevén, Újfehértónak hívták azt a rét, és tudom, hogy ő mindig vitte a ecsedre tavasszal a fiatal jószágokat, és ősszel hozta haza, de soha nem vitt el engem ecset pusztára, úgyhogy ez nagyon sajnálom. Köszönöm szépen, és Hodosi Katikát szeretném még kérni egy pár szóra. Én ugyan nem voltam a Piroskának a közvetlen kollégája, mert én egy másik iskolában tanítottam, én a Kossuth útiba, ő meg itt fönt, akkor, ahogy neveztük a 80-as években, ő pedig a Kossuth téren, de a mi személyes jóbarátságunk által én pártoló tagja lettem a Búvárklubnak. És amikor a Piroska fejében megszületett 1986-ban a gondolat, hogy csináljuk meg az oktató termet, hát akkor ketten összedugtuk a fejünket, és munkaidő után, tehát általában fél öt órától, akár este 10-ig dolgoztunk az oktató tanteremnek a kialakításán, és hát összeszedtük azt az anyagot, ami látványossá és szemléletessé teszi majd a természetet a gyerekeknek, és én nagyon sok bélyeget gyűjtöttem abban az időben, és akkor én nekem volt egy ilyen, ha még emlékszel, Piroska, volt egy ilyen természet megismerését elősegítő bélyek kiállításom is ott a mikor megnyitották az oktatótermet. Aztán a másik, a Benkő tanár úr nekem nem volt a tanárom, mert én annál fiatalabb vagyok, de az édesapámat tanította, mert mikor ide járt a Mezőtúri, akkor még főgimnáziumnak nevezett gimnáziumba, akkor apukámat tanította, rengeteg történetet, a Kisbenkő így emlegették, mert viszonylag alacsony termetű volt, de a diákjai megimádták. Tehát azokat, amiket ő ott előadott a tanóráján, azt úgy szinte szájtátva hallgatták a diákjai. Tehát én őt onnan ismerem, apukám elbeszéléseiből, és mivel én 13 éves voltam, amikor az édesapám elbeszélései alapján egyszer eljöttünk erre a gimnázium felé, és akkor ott mentünk a túloldalon, a kaszinónak az oldalán, és tanár úr meg jött ki az iskolából a lépcsőkön, és akkor így megmutatta, hogy ott megy a kis Benkő, nézd csak meg! Ő az, akiről olyan nagyon sokat beszéltem. Hát sajnos én nem tudtam vele kapcsolatba kerülni,
mert mi a másik oldalon, lehet, hogyha ezen az oldalon jövünk, az iskola oldalán, akkor apukám, sőt, biztos is, hogy üdvözölte volna a tanár urat, és bemutatta volna a lányát én nekem. Tehát én csak ilyen kapcsolatban voltam, hogy én tudtam, hogy ő egy, hát már életében neves volt, mert a diákjai azok imádták. És még egy aranyos történetet szeretnék elmesélni, amikor volt a buvár, két történetet, egyiket, ami itt volt, azt hiszem mezőtúron volt, Piroska, amikor eljöttetek. Ja, igen, itt volt az első, 86-ban. Na, amikor volt a buvártábor, mi a Bajcsi Zsilinszky úton, a vasúti patika mellett lakunk, és akkor, hát nekünk szép nagy kertünk van, és sok gyümölcsfával, szőlővel, állatokkal, és akkor volt egy kis cicánk, rájöttem, hogy miért nem volt anyuka, hát nem elhagyta az anyja a kis cicánk, elütötte az autó, ott a Bajcsi Zsilinszky úton elütötte a cicának az édesanyját egy autó. És akkor anyukám roppant állatszerető volt, és akkor azt mondta, hogy kislányom, el fog ez a cica pusztul, túl pici, még el fog pusztulni. És hát ugye nem volt nekünk ebben gyakorlatunk, hogy egy ilyen kis állatot hogy lehet etetni, és akkor anyukám a következőt találta ki, elővett egy ilyen kis tejfölös poharat, amiben a üzletbe árulták a tejfölt, és akkor abba öntött tejet, és megtalált egy ilyen kis babakanalat, és mikor jöttek, akik akkor jöttek, Búzás, én Csabira emlékszem, hát azok elképedve látták, hogy édesanyám ül ott egy öreg farönkön a kertnek az egyik sarkába, befogta így a kis cicát a kezébe, bal kezébe, mint egy babát lefektette, a kis cicának így megnyomta a kis arcát oldalról, az már kitátotta a száját, és anyukám a babakanállal a tejfölös pohárból merte bele a tejet, és ez így ment naponta legalább ötször, és a gyerekek meg így álltak, és kanállal leszik a macska? Igen. Ehhez volt szoktatva, mert akkor már nem ez az első táplálása volt a cicának, és hát ez a gyerekeknek egy borzasztó nagy élmény volt, hogy azt mondta anyukám, hát olyan szép kis cica, most hagyjuk elpusztulni, mert a mamája már nincs. Úgy, hogy a paplaknak a kertjében voltak a sátrak, a fürdőszobát, angol vécét használhattuk, és nem, elmentek nyaralni az igen. Atyának a szülei, és a konyhába én voltam Jóska igen. bácsival, a Piroska néni férjével a szakács, és akkor amit bent kellett a tűzhelyen, az a tűzhelyen készült el, amit meg kint kellett a bográsba, az meg a bográsba. Tehát nem is tudom, hány gyerek volt akkor ott Piroska körülbelül. Zupán Brigi is ott volt. Igen, 28 úgy. Na meg hogy hívják a doktor urat, a fogászt? Kinga. Patakfalvi. Na, Patakfalvi doktor úrnak a kislánya is ott volt, és állati nagy eső esett. És a paplaknak a kertje az ilyen kicsit rézsutos volt. Szörnyen eláztak a gyerekek. És akkor egy kislány azt mondta, hogy és ő annyira fér a villámláskor is, meg ő annyira vízesett, mert én nem aludtam kint a sátorba, én bent aludtam az egyik szobába a hálózsákomba. És akkor azt mondta a kis aranyos kislány, hogy Kati néni, bemehetek oda a szobába. Mondom, fiam, ott van egy 30 négyzetméteres szoba, egymagam alszom, már miért ne jöhetnél be? És akkor ketten volt, és ketten csináltuk a naplót, mert igen, megvan igen. A napló is. Megvan. Na, és akkor ketten ezzel a kislánnyal, mert én
Bárki bármit mond az úttörőről, hogy az egy szar volt, meg rossz volt, meg a politikáról ennyi szó nem esett. Ezt én merem mondani, mert én évtizedeken keresztül, 1963-tól 94-ig, tessék kiszámolni mennyi, 31 évig táboroztam a gyerekekkel. Politikáról egy kanyi hangot nem ejtettünk. Ki foglalkozott a politikával? Azzal foglalkoztunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Mikor Abaligeten voltunk, akkor is azzal. Igen, az, mert mondtam, hogy ilyen vázlatfüzetet veszünk, igen, ilyen rajzvázlatfüzetet, mert ennek olyan tartósa. Tartósa a borítója, és akkor gyönyörű szépen ilyenbe fogjuk vezetni a naplót, úgyhogy esténként, mikor már a sátrasoknak takarodó volt, mi még akkor írtuk ott a szobában a naplót. Úgyhogy köszönöm szépen, én nagyon szívesen mentem, meg hát arról nem beszélve, hogy Visegrádon is voltunk, még közös táborunk. Így van, közös táborunk is volt, hogy a gyerekek egy részét az én iskolám adta. A másik részét mi jól tudtunk mindig együtt dolgozni, pedig közvetlenül soha nem dolgoztunk egy iskolában. Erzsikével is roppant jó barátságban voltunk, annak ellenére, hogy ő egy másik iskola konyháján dolgozott. Köszönöm szépen, és fogadj egy emléklapot szeretettel. Nagyon szépen, köszönöm. És még annyit hagyd mondjak, hogy én nagyon örültem, hogy meghívott Piroska, és én nem gondoltam, hogy egy ilyen pártoló tagnak is joga van itt lenni, de amikor azt mondta, hogy szeretném, ha eljönnél, akkor én azt mondtam, hogy ott a helyem. És jövök, és felhívtam, és elmondtam, hogy igen, el fogok jönni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindenkinek, ennek a napnak emlékére egy emléklapot szeretnék átadni, de úgy látom, hogy már itt a szervező rám nézett, hogy menni kell a koszorúzásra. Benkő Gyula édesapja, református lelkész, édesanyja Egerpataki Kisemma. Elemi iskoláit Budapesten, középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte. Földrajzból, természetrajzból és kémiából szerzett tanári képesítést a Budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1918-ban tornából is tanári vizsgát tett. 1928 és 29 között külföldi tanulmányokat végzett Heidelbergben. Tanárként dolgozott Budapesten, Marosvásárhelyen, Debrecenben, Kolozsvárott és a Mezőtúron a Református Gimnáziumban 1928 és 1957 között. Természetbúvár, gyalogtúrázó volt, értékes tárgyakkal gazdagította gimnáziumunk szertárát. 1939 és 41 között felelős szerkesztője volt a Mezőtúron megjelenő Egyetértés című lapnak. Tagja volt a Magyar Természettudományi Társaságnak, számos tanulmányos cikket közölt a korabeli lapok oldalain. Baráti kapcsolat fűzte a költő Áprili Lajoshoz, aki verset is ajánlott neki, amit Szabó Viktória előadásában hallhatunk. Áprili Lajos, Pisztrángokkara, Benkő Gyulának. Erőnket lassú víz apasztja, heves fény, s ember szó zavar. Rég volt, mikor a sík folyóig lesodort a vak zivatar. Szakadó felhők záporától árrádagadt a patak ér, s az áradástól meg nem őrzött sem kőodú, sem partgyökér. Azóta úszunk, folyton úszunk a vízzel szembe, cél iránt. Utunkat malmok torlaszolják, a zuhogó súly visszaránt. Halássas árnyék hull a vízre, ravasz törrel kísért a gát. Búvó helyen töltjük a nappalt, s megvárjuk a hűs éjszakát. Azóta minden éjjel úszunk, futunk a tikkadás elől, havasra fel, hol mély az erdő, s forrás ízű a patak öl.
fehér melles vízirigó ül habos kövön, s fürgén neszez. A martok tajtékos vizébe finom fenyőtű permetez. A foltos, ritka napsütésben zölden ragyog a fák moha, s ha szél mozdul, kövünkre perdül a málna és az áfonya. Futunk! Futunk a látomással! Súlyos habot hasít a szánk. Riadozunk az óceántól. Az ér a mi hazánk. Vihar ijeszt, kígyó riasztgat. Meredek utunk nehezül, s szivárványos testünk az éjben végső íramra megfeszül. S mire kipirkadt fenn a hajnal, s vörös fény gyúl a fenyvesen, az érhez zúgón, szírten által megérkezünk győzelmesen. Az emlékezés koszorúinak elhelyezésére felkérem a mezőtúri református egyházközösség képviseletében nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnököt és a mezőtúri református kollégium képviseletében Vasas István főigazgató urat. A Benkő Gyula Környezetvédelmi Oktatóközpont nevében felkérem dr. Lapis Károly professzor emerituszt, dr. Tóth Albert professzor emerituszt és dr. Krizsán Józsefnét, az Oktatóközpont alapító elnökét az emlékezős koszorújának elhelyezésére. Benkő Gyula természettudós tanár emléktábla megáldására felkérem nagy tiszteletű Mihalina Lászlót, a mezőtúri református egyházközösség lelkészelnökét. Kedves megjelentek, akik itt vannak most, és azok az öreg diákjaink, akik emlékezhetnek Benkő Gyula tanár egyéniségére, egyetérthetnek azzal, hogy egy kiváló pedagógus és egy fantasztikus ember az, akinek emléket állít ez az emléktábla. Így igaz lehet rá a Szentírásból a Példabeszédek könyvének 10. fejezetéből a 7. vers, az igaznak emlékezete áldott. És most pedig a kedves megjelentekre is Isten áldását kérem az ároni áldással. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.